Bemutatta rendészeti programját a DK árnyék kormánya. Dobrev Klára szerint pártja szociáldemokrata alternatívát ajánl Magyarországnak, a teljes programon pedig több mint 1000 szakértő dolgozott. A stúdióban Arató Gergely. Arató Gergely, tehát jó estét kívánok! Rendészeti program. Mit lehet erről a programról tudni már? Ugye ma a rendészeti programunkat mutatta be Dobrev Klára és Musto Géza árnyék belügyminiszter innen Kőbányáról. A rendészeti programunk középpontjában tulajdonképpen 3 dolog áll. Az első dolog az, hogy meg kell erősíteni az embereknek azt az érzését, hogy egy látható, elérhető biztonságra, segítségre számíthatnak, ha bajba vannak. Ha nagyon sok ember érzi úgy, hogy nem ér el hozzá idejében a rendőrségi segítség, nem ér el hozzá idejében a tűzoltóság, hogy nincs biztonságban, nem mehet ki nyugodtan az utcára. Ezért az egyik nagyon fontos eleme ennek a programnak az, hogy a utcai közbiztonságot, a látható rendőrséget, a tűzoltóság reagáló képességet javítsuk. Az több embert jelent, gondolom. Ehhez azonban szükség van arra, így van, hogy föltöltsük a létszámot a rendőrségen, a tűzoltóságnál, vagy éppen a büntetésvégrehajtásban, ugye a Kőbányán ez is egy fontos kérdés, hiszen itt mindenütt létszámhiány van, mert a kormány gyakorlatilag szétverte már az életpálya modellt és a rendészeti dolgozók szociális biztonságát. Ezt újra kell építeni, helyre kell állítani, és hozzáteszem, szóba kell állni azokkal a szervezetekkel és szakszervezetekkel, akik képviselik a rendészeti terület dolgozni. És hadd mondjak egy harmadik dolgot is, mert szerintem ez is nagyon fontos, és ma nagyon aktuális. A biztonságunkat ma nem csak belső tényezők, nem csak a bűnözés, a katasztrófák vagy a tűz veszélyezteti, hanem a nemzetközi terrorizmus és a körülöttünk lévő világ is. Ezért mi nagyon határozottan annak a pártján állunk, hogy meg kell erősíteni a határok védelmét, hogy szükség van önálló határőrségre, és hogy nem dumálni kell arról, hogy egyébként ellenőrizni kell azt, hogy ki jön Magyarországra, hanem be kell zárni a kiskapukat, például a korábbi letelepedési kötvényt, vagy a mai technikákat arra, amelyekkel bejöhetnek ellenőrizhetlenül Magyarországra külföldi akár ügynökök, és ugyanakkor pedig nagyon világossá kell azt tenni, hogy egyébként az embercsempészeket nem kiengedjük a börtönből, mint ezt az Orbán kormány teszi, hanem az embercsempészeket, a migrációból hasznot húzó szervezett bűnözőket mi le fogjuk csukni. Egy erőteljesebb határőrizet, egy határőrség létrehozása az egyúttal megengedi a schengeni határok fenntartását? Abszolút, hiszen itt természetesen az uniós külső határokról van szó, ezeket kell megerősíteni. Nem, hogy megengedi a schengeni rendszer fenntartását, hanem feltétele a schengeni rendszer fenntartásának. Figyelje meg, hogy mi történt. Orbánék kiengedték az embercsempészeket, az egekbe szökött a Magyarországra érkező illegális migránsok száma. Ezek után ezek az emberek ugye nem akarnak itt maradni, hanem tovább mennek. Mi a következmény? Szigorított ellenőrzés van a szlovák határon, lezárják a kormányváltás után a szlovák határt, és bejelentették most már a szlovén határnak a lezárását is. Tehát pontosan az történik, hogy a schengeni partner... Ne értse félre senki, tehát a határ átjárható, csak határellenőrzés. Igen, bocsánat, pontosan, igaza van, fogalmazunk pontosan, a határellenőrzés visszaállítását, tehát a schengeni szabad átjárásnak a megszüntetését. És ez annak a következménye, az Orbán kormány nem képes megvédeni a határokat, és nem képes arra, hogy kiszűrje a Magyarországra érkező illegális határátlépők közül azokat, akik veszélyt jelentenek Európára. Egy másik témát hadd hozzak ide, mert hogy tulajdonképpen azt mondanám, hogy vicces, de nem vicces, mert ez a hétköznapi életünk. Tegnap azt mondta Komjáti Imre, hogy önök a DK nem szociáldemokraták, hanem liberálisok. Önök azt mondják, hogy szociáldemokraták. Ez tulajdonképpen azért lenne mindegy, mert mindenki azt mond magára, amit akar. De annyiból meg nyilván nem mindegy, hogy láthatóan két ellenzéki párt ezen összeugrani készül. Mit gondol erről? Én nem tartom szerencsésnek, hogyha ellenzéki politikusok egymás kijelentéseit minősítgetik. Kőbányán vagy Kispesten én nem azt látom, hogy ez érdekli az embereket, hanem ennél sokkal földhöz ragadtabb kérdések. Nem is fogom megtenni, nem fogom minősíteni Komjáti Imre nyilatkozatát. De szerintem valamit muszáj elmondani, hogy elkerüljük a félreértéseket, vagy akár a rosszindulatú szándékos félremagyarázást. A Demokratikus Koalíció teljesen egyértelműen béremelést akar, a minimálbéremelését akarjuk, az európai minimálbér Dobrev Klára képviselte és verte keresztül az Európai Parlamenten, és mi azt szeretnénk, hogyha ezt Magyarországon minél korábban bevezetnék. Ez az álláspontunk, és hozzáteszem, mi nem csak beszélünk erről, nem csak ötletelünk, hanem lerakjuk azt a szociáldemokrata programot, ami elvezet a magasabb bérekhez. A gazdasági programunkat már ismertettük, ebben beszéltünk arról, hogy adómentessé kell tenni a minimálbért, hogy hogyan kell átalakítani a gazdaságpolitikát úgy, hogy jobban fizető munkahelyek legyenek, és hogyan kell megadóztatni egyébként a milliárdosokat. Szóval, hogy mi nagyon egyértelműen a béremelések és a munkavállalók pártján vagyunk. A mi programunk ezért szociáldemokrata program. És Arató Gergely a programért felelős egyik vezetője a DK-nak. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Jön a híradó, és aztán várom önöket vissza.